Tisztelt Németh Sándor, szeretném megerősíteni annak a hölgynek az észrevételét, aki az iskolai meditációról írt levelet önnek. Fiam egy szombathelyi általános iskola a 4. osztályába jár. Arról számolt be, hogy az osztályfőnöke tanóra keretében meditációs zenét hallgattad velük. Ekközben be kell csukni a szemüket és hasonlók. A fiamat meg is fenyegette az osztályfőnöke, hogy az igazgató nőhöz viszi, ha nem működik együtt, mivel nem volt hajlandó becsukni a szemét. Amikor az osztályfőnöknek elmondtam az ezzel kapcsolatos kifogásomat, azt a választ kaptam, hogy ez csak egy kellemes zene. Ezt a módszert azóta is végzi tanórákon az osztályfőnök, minden ellenőrzés nélkül, a szülők előzetes tájékoztatása megkérdezése nélkül. Ismételten hangsúlyozom, tehát én csak a leírt szöveg alapján tudok egy dologgal kapcsolatosan állást foglalni, és nyilvánvalóan az éremnek a másik oldalát is meg kellene ismerni, de ha ez igaz és megfelel a tényeknek, akkor én nagyon mélyen nem értek vele egyet. Szerintem a tanároknak nincs joguk ahhoz, hogy behatoljanak a gyermekeknek a lelkiismeretében, lelkiismereti szabadságába. Ők elsősorban azért vannak, hogy ismereteket adjanak, és nyilván nevelésben is részesíthetik. Ez nem tartozik a nevelés kategóriájába. Most ugye nagyon sokan hiperaktívak lettek, meg akarják változtatni az embereket, hogy erkölcsös nemzetet hozzanak létre. Ugye ebben a lázban ég az ország, ezért arra kérem a kedves televízió nézőket, hogy ne engedjék meg, hogyha okult praktikákról, vagy legalábbis gyanús praktikákról van szó az iskolákban, ne engedjék azt, hogy ez zavartalanul tegyék. Megvannak az illetékes felsőbb szervek, ha az igazgató nem orvosolja, oda a felsőbb szervekhez kell fordulni, de érvényesíteni kell a szabadságot, a szabadság értékeket, mert ezt nem lehet megengedni. Én megmondom őszintén, ezért vagyok híve, hogy fontos az erkölcsi nevelés, és fontos természetesen az embereknek ezt a gyerekek így akarják, a szülők ezt akarják, akkor egy elszeparált helyen azokkal a gyermekekkel lehet ezt tenni. De azért továbbra is azt gondolom, hogy jó megoldás a közoktatásban, a semlegességnél nincsen. Mert a semlegesség megőrzi még az embereknek a választási lehetőségét. Ha nem lesz semleges az oktatás, nyilván a semlegesség alatt nem azt értem, hogy nem lehet képviselni értékeket, vagy a gyermekek elé értékeket állítani, meg a különböző választási lehetőségeket föltárni, de ha ez zajlik, ez erősödik meg, ez a tendencia, amiről hallani mindenhol, akkor azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon nagy problémák lesznek. Az emberek sokkal mélyebben leigázott emberek lesznek, mint a kommunizmus ideje alatt. Borzalmas volt azokban az iskolákban, hát ugye mi értünk kommunizmus alatt, és kellett hallgatni egy olyan eszmevilágot, rendszert, amellyel nem értettünk egyet, mert ugye szüleink meg volt az álláspontja, és a kettő között érlődtünk, rendkívül sok cinizmust, lázadást építettek ki bennünk, és sok társamnak tudom nagyon jól, hogy egészen másképpen alakult volna a sorsuk, hogyha nem erőltették volna, erőszakolták volna rájuk a tudományos világnézetet, a marxizmust, mert nem tudták soha elfogadni a szülők, a családi befolyás, az erősebb volt rajtuk, de ugyanakkor nem ismertek ezzel szembe menni, mert nem tudtak hozzájutni egy olyan világmagyarázathoz, amivel tudták volna ezt ellensúlyozni, és ezért rendkívül komoly károkat okoztak nagyon sokaknak a személyiségében, fejlődésében, és azt gondolom, hogy ez is nagy szerepet játszik, hogy egy ilyen lecsúszott, rengeteg nyomorúságtól szenvedő társadalom a magyar társadalom. Tehát az, hogy most egy ellenkező
előjelű ideológiákkal, akár okkultizmussal, akár különböző hitrendszerekkel, most mindegy, hogy igaz vagy nem igaz, de ezt ráerőszakolják állami tekintéllyel, ez azt gondolom, hogy ebből rengeteg probléma lesz a jövőben, és lázadás lesz az eredménye, mint ahogy a történelemben mindig az lett az eredménye. És hosszú távon, középtávon a legnagyobb vesztese ennek a maga a kereszténység lesz. Nagyon fontos lenne, hogy az egyházi emberek önmérsékletet tanúsítanának, de ugyanígy igaz az okkult tevékenységet folytató emberekre is.